Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Az április 3-ai magyar országgyűlési választásra 456 ezer külhoni magyar regisztrált, 300 ezeren Erdélyből. A szavazás magánügy, egyéni döntés, hogy ki melyik kockába x-el. A most következő percekben ehhez a 300 ezer erdélyi magyarhoz szólunk. 4 évvel ezelőtt 15% volt az érvénytelen voksok aránya, ami egyértelműen jelzi, hogy nem olyan egyszerű mindez, mint az itthon megszokott, elmegyünk a szavazófülkébe, pecsételünk, és azzal le van tudva. A magyarországi levélszavazás technikai tudnivalóiról lesz szó a mai 24 pluszban. Tóth László főkonzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának a vezetője a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm, köszönöm, hogy itt van. Jó estét kívánok. Kezdjünk a technikai tudnivalókkal. Mi a levélszavazás menete, melyek a legfontosabb határidők, és aztán majd beszéljünk arról, hogy hogyan is kell x-elni szavazni. Valószínű, hogy akik regisztráltak a szavazásra, azok már elfelejtették. Hát még van határidő, ami egyébként él, valóban a levélszavazásra történő regisztrációnak a határideje március 9-én lejárt, tehát a levélszavazói névjegyzékben már nem lehet jelentkezni, viszont azoknak az állampolgároknak, akiknek van magyarországi lakcíme, tehát a magyarországi állandó lakcíme, nekik még van lehetőségük március 25-éig jelentkezni a külképviseleti választói névjegyzékbe. Ez az úgynevezett átjelentkezés. Ez az átjelentkezés, igen, ugye mivel nekik van Magyarországon lakcímük, őket a választási rendszer úgy látja, hogy ott élnek. Előfordulhat, hogy két lakiak, előfordulhat, hogy éppen ott élnek, de itthon lesznek, vagy itt lesznek. Ők úgy tudnak majd szavazni április 3-án, tehát mikor van a magyarországi szavazás napja, vagy választás napja, hogy eljönnek a csíkszeredai főkonzulátusra, ehhez viszont be kell jelentkezni, ennek a határideje március 25 délután 4 óra. Tehát akinek van állandó lakcíme, az még bejelentkezhet 25-én délután 4 óráig. Csíkszeredába, vagy Kolozsvárra, vagy Bukarestbe? Csíkszeredába, vagy Kolozsvárra, vagy Bukarestbe, Romániába ez a három külképviselet van, ahol lesz személyes szavazás, és ezt a bejelentkezést, vagy a felvételt a névjegyzékbe a választás.hu oldalon nagyon egyszerűen tényleg pár kattintással le lehet végezni. És a szavazás napján a külképviseleten valóban fizikailag voksolók reggeltől estig szavazhatnak? Vagy reggel 6-tól este 7-ig, tehát a nyitvatartásra minden magyarországi szavazóköröknél reggel 6-tól este 7-ig tudnak szavazni személyesen a külképviseleten. Ők két szavazatot adnak le egyébként, ugye a levélszavazók csak párt. Nem azért, hanem az országgyűlési választáson, mert ugye a levélszavazók csak pártistára szavaznak, akinek Magyarországon lakcíme van és személyesen szavaz 3-án, az a pártista mellett az arra az egyéni jelöltre, amely ahol a lakcíme szól, arra is szavaz. Tehát, hogy az országgyűlési választáson lehet két szavazatot, és igen, még plusz a népszavazáson is. Térjünk vissza a levélszavazásra, mert hogy sokkal többen vannak a nézőink közül is, akik ezt az opciót választották, vagy kellett, hogy választják, mert hogy nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel. Ahogy elmondtam a felvezetőben is, kulcskérdés az érvényes voksoknak az aránya. 4 évvel ezelőtt 15% volt azoknak a voksoknak az aránya, vagy azoknak a levélszavazatoknak az aránya, amelyet nem tudtak figyelembe venni, mert hogy ilyen vagy olyan módból kifolyólag érvénytelenek voltak. Mi az, amire itt nagyon-nagyon kell vigyázni? Vagy esetleg épp a 4 évvel ezelőtti tapasztalatokból kiindulva, mi az, ami 4 évvel ezelőtt nem működött, és most akkor azt kell mondani a nézőnek, hogy na, erre figyeljen. Hát több ilyen dolog is van valóban. Én is azt gondolom, hogy ez a szám, ez magas volt, ez a 15% érvénytelenségi arány, ez nagyon magas. A jogszabály is változott, némileg egyszerűsödött, de még mindig sok olyan ellen van, ami 4 évvel ezelőtt sok érvénytelen szavazatot okozott. Az egyik ilyen az, hogy a kisboríték, amiben a két szavazó cédulát kell betenni, az nem volt lezárva, és úgy került bele a nagyobb postai válaszborítékba. Tehát nagyon fontos. Most már nagyjából mindenki megkapta a levélszavazatát, értesüléseink szerint a kézbesítés gyakorlatilag befejeződött, illetve a vége fele jár. Tehát ha megkapta, látja, hogy ugye a nagy csomagban van két szavazó cédula, ott kell szavazni, ott kell behúzni úgymond az X-et, azt be kell tenni a kisborítékba, és azt le kell zárni. Ez nagyon fontos, a kisborítékba csak ez kerülhet be, csak a két szavazó cédula, és ezt le kell zárni. Emellett van egy azonosító nyilatkozat, amit ki kell tölteni. Fontos odafigyelni, hogy itt a magyarországi okmányainkban szereplő adatokat írjuk, nevet, címet, minden évszámot, mindent. Tehát ha rendelkezünk útlevéllel, személyigazolvánnyal, vagy jogosítványal, vagy van lakcímkártyánk, az egyébként mindenkinek van, akkor az abban szereplő adatok alapján, ezek közül egy kell, tehát nem kell mindegyik, az abban szereplő adatok alapján helyesen ki lehet tölteni ezt a nyilatkozatot, és természetesen alá kell írni. Tehát akkor
kis boríték, nagy boríték, aláírjuk, mielőtt, vagy miután ezt kitöltöttük a Magyarországon érvényes okmányok alapján. Emlékszem, hogy 4 évvel ezelőtt volt egy olyan mező, hogy anyja neve, és hogy a sajtóban legalábbis ez jött le, hogy annak a mezőnek a kitöltése okozott gondot, vagy volt, aki kihagyta ezt. Most is megvan ez az anyja neve? Nem, ez nem lesz most érvénytelenségi jog. Egész biztos. Igen, ugye a magyar közigazgatás az anyja nevén az édesanyja leánykori nevét érti, és ez a külhoni területeken ez annyira nem ismert, és emiatt sok érvénytelen szavazatot volt, hiszen a házas nevet írták be. Nem a házas nevet írta, a felvett nevet írta az édesanyjának, a felvett nevét, hiszen most azt viseli jelen pillanatban, holott mikor az anya nevét kérik, akkor az édesanyja lánykori nevét kell beírni, úgyhogy ez sok érvénytelenséget okozott, ez most nem lesz az. Az aláírás fontosságára viszont szeretném felhívni a figyelmet, hiszen a nyilatkozatok kitöltésében lehet segítséget kérni, ez teljesen szabályos, törvényes mód, és sokan kérnek is segítséget partnerszervezeteinkhez, vagy hozzánk a főkonzulátusra bejönnek, a kollégák segítenek, vagy a partnerszervezeteknél, az Eurotrans alapítvány irodáinál, Demokrácia központ irodáinál segítenek nekik, de aláírni ezt személyesen kell. Tehát ha bárki más segít az adatok kitöltésében, akár írja be, az rendben van, de aláírni a választópolgár kell aláírja, hiszen így lehet őt azonosítani, így lesz hiteles az ő szavazat. Tehát nagyon fontos, hogy a nyilatkozat legyen aláírva, és ahogy akkor mondta a szerkesztő úr, megvan a kisboríték, a nyilatkozat, az betesszük a nagyborítékba, és azt is lezárjuk. Ez is fontos, hogy azt is le kell zárni, mert hogyha nyitva marad, hiába kerül be az urnába, a főkonzulátuson az érvénytelen lesz. És mi van, ha nagyboríték vagy kisboríték, már ha ennyire el van ez komplikálva, valamelyik megsérül, vagy tudom, időközben jutott eszébe a szavazónak, hogy valamit rosszul tett, vagy épp le akarja most ezután a műsor után ellenőrizni, még nem vitte be a konzulátusra, és A boríték az cserélhető, tehát hogy a boríték, mindkét boríték és az azonosító nyilatkozat is cserélhető, ezt is szeretném hangsúlyozni, tehát ha valaki elrontja, elírja, akkor kell neki letölteni, hát az internetről le lehet tölteni, le lehet fénymásolni egy másikat, tehát, hogy ezek mind cserélhetők, egyedül a szavazó lapok nem cserélhetők, minden más, ha megsérül, akkor ki lehet cserélni. Fontos az, hogy utána, miután lezárjuk, annak a lezárt borítéknak sértetlennek kell lenni, ez nyilvánvaló. Említette ön azt, hogy a konzulátusra be lehet menni, segítséget lehet kérni, illetve a konzulátuson is le lehet adni a levélszavazatokat, de van, aki Csíkszeredától távolabb él, ő választhatja a postai küldést? Nyilván választhatja, csak hogy mennyire ajánlott ez, arra is emlékszem, hogy 4 évvel ezelőtt ezért is voltak érvénytelen szavazatok, mert hogy a posta az túl lassú volt. Nem értek oda időben, nem az a postai bélyegző szerepelt a levélszavazaton, ami fontos volt, vagy ami kellett volna szerepeljen. Igazából nem is a posta bélyegző, hanem a beérkezés számít, tehát hogy ugye a levélszavazatnak, ha valaki postán küldi vissza, ez egy opció, ez egy lehetőség, ugye a válaszboríték azt fel van bélyegezve, tehát nem kell érte fizetni. Ha valaki postán küldi vissza, az érvényesség feltétele, hogy 3-án beírjen a magyarországi szavazókörök zárásáig, 3-án este 7 óráig beírjen a választási irodához. Most tekintettel arra, hogy 3-áig már nincs sok idő, és itt egy nemzetközi postaforgalomról beszélünk, én mindenkinek azt javasolnám, hogy inkább juttassa el a főkonzulátusok valamelyikére, Csíkszeredába, vagy Kolozsvárra, vagy esetleg a bukaresti nagykövetségre, hiszen úgy biztosan visszaér. Csíkszeredába, Kolozsvárra és Bukarestbe is április 3-án este 7-ig kell beérkezzen, de hogyha beérkezik valami április 3-án este 6-kor a csíkszeredai főkonzulátusra, akkor azt mi még el tudjuk küldeni a választási irodához úgy, hogy érvényes lesz, hiszen a lényeg az, hogy hozzánk érkezzen be határidőre. Tehát ezért javasoljuk mindenkinek azt, hogy ne adja a postára, mert az idő rövidsége miatt ez bizonytalan. Azt mondta ön, hogy juttassa el a konzulátushoz, vagy ne adja postára, hanem juttassa el inkább a konzulátusra. Most beszéljünk erről az eljuttatásról. Hogyan lehet eljuttatni? Kihez fordulhat? Említette a partnerszervezeteket, Eurotrans Demokrácia Központ. Mindeniknek van, mindenik nagyobb településen központja?
Többnyire a nagy településeken van, meg a község központokban is többnyire azért van, általuk is el lehet jutatni, hozzáteszem, a jogszabály azt igazából a választópolgára bízza, hogy ő hogyan juttatja el ezt, nem kell feltétlenül személyesen behozni. Tehát a választópolgár, nyilván ez egy fontos dolog, a szavazatát arra bízza, akiben megbízik, ezt oda lehet adni a testvérnek, a szomszédnak, bárkinek, akiben én megbízok és megy Csíkszeredába, vagy Kolozsvára, vagy el fogja vinni. Tehát, hogy igazából itt szabad utat ad a törvény, a választópolgára van bízva, és a partnerszervezeteknél igen, ezt le lehet adni, és akkor ők be fogják hozni Csíkszeredába, vagy Kolozsvára valamelyik főkonzulátusra. Tehát, hogy nem feltétlenül kell személyesen hozni, rá lehet bízni arra a szervezetre, arra a személyre, akiben mi megbízunk, ha már mi magunk nem tudunk eljönni. De egyébként erről a bizalomról egyre többet beszélnek, vagy most a választásokhoz közeledve egyre többet beszélnek, mind baloldali körökben, mind pedig különböző közösségi médiás csoportokban, hogy akkor mi az, ami garantálja a választásoknak a tisztaságát. Tehát odaadom valakinek a levélszavazatomat, akiben megbízom, ő odaadja valakinek, aztán még valakinek, és aztán eljut a konzulátusra. Nézd, a magyar választási rendszer az úgy van felépítve, hogy gyakorlatilag kizárja a visszaélés vagy a csalás lehetőségét. Egyébként a választási törvény egyik első paragrafusa az alapelveket rögzít, és az első alapelv az, hogy a választás tisztaságát meg kell őrizni. Tehát azt gondolom, hogy a jogszabályi körülmények olyanok, hogy nem lehet visszaélni ezzel. Azzal, hogy jut el a főkonzulátusra a levélszavazata, az imént beszéltünk, nem kívánom elismételni, a jogszabályra lehetőséget biztosít. Ha valakinek odaadjuk a levélszavazatot, és az úgy ér be, vagy hogy mikor a nemzeti választási iroda elkezdi megszámolni ezeket a szavazatokat, akkor ott ki van zárva annak a lehetőség, hogy csalni tudjon valaki. Nyitott boríték, érvénytelen szavazat, sérült boríték, amelyik annyira sérült, hogy egyébként ki lehet venni belőle a szavazólapot, akkor az is érvénytelenségnek számít. Tehát, hogy nem látom a lehetőségét, még egyszer mondom, a jogszabály az annyira jól körülbástyázza, hogy nem látom a lehetőségét annak, hogy csalni lehetne. Igen, de arról beszéltünk, hogy a boríték, ha megsérült, akkor az kicserélhető. Így van, az kicserélhető, de ami belekerül, ugye van két szavazólap, meg egy azonosító nyilatkozat. Az azonosító nyilatkozat az azért van, hogy a választópolgárt be lehessen azonosítani, hogy ő jogosult szavazásra, mert szerepel a névjegyzékbe, és még nem adott le szavazatot. Ezt ellenőrzik, mikor megszámolják. És mellette ott van a szavazólap, amit viszont nem lehet, ez egy vízjeles nyomtatvány, azt nem lehet kicserélni, ott nem lehet kiradírozni és áthúzni a másik karikába az X-et, mert ez fizikai képtelenség. Tehát akkor azt mondja ön, hogy vaklárma az, amit a magyarországi ellenzék, vagy a magyarországi baloldal állít, hogy a választási csalásnak a lehetősége merül fel. Egyébként Márki-Zay Péter, a miniszterelnök jelöltje a magyar ellenzéknek, itt Marosvásárhelyen mondta azt tegnap, Marosvásárhelyen mondta azt ma, tehát szerda reggel, hogy szervezett választási csalásnak a lehetőségét látja, vagy az is felmerül. Tehát ki van zárva? Nézze, ezt meg csak ismételni tudom magam, tehát ha bárki megnézi a magyar választási törvényt, és megismeri a magyar választási eljárási rendet, meg rendszert, akkor észreveheti, vagy akkor megtapasztalhatja, megtudhatja azt, hogy igen, a csalás lehetősége gyakorlatilag ki van zárva. A baloldal beszél megvezetett szavazókról, vagy zombi szavazókról, azzal, hogy visszaélnek a szavazati joggal, vagy más emberek szavazati jogával visszaélnek. Ez lehetséges? Amit említettem, ez se lehetséges, hiszen a választópolgárt, a levélszavazási rendszer úgy van kidolgozva, hogy a választópolgárt teljes bizonyossága be lehet azonosítani. Ezért van ez az azonosító nyilatkozat, ugye, amit bizonyos személyes adatokat meg kell adni, annyi elegendő személyes adatot, ami alapján be lehet őt azonosítani, és ezt alá kell írni saját kezüleg. És ezt be kell tenni a levélszavazat mellé, tehát hogy nem látom a lehetőségét annak, hogy hol lehetne ilyet elkövetni. Közösségi médiában többen jelezték azt, hogy úgy kaptak szavazólapot, hogy nem is regisztráltak a választásokra, nem is kértek ilyet. Szintén a mai Márki-Zay Péteres találkozóra utalok, ahol azt mondta a magyar ellenzék miniszterelnök jelöltje, hogy olyanról is tud, aki már több éve meg van halva, és a nevére mégis érkezett szavazólap.
Nézze, a két dolog van. Egyrészt ezt mindig elmondjuk, hogy a külön magyar állampolgároknak is vannak bizonyos kötelezettségeik, állampolgársághoz kötődő kötelezettségeik, és ezek között körébe tartozik az anyakönyvi események bejelentése a magyar hatóságoknak. Tehát a születést, a házasságkötést és az elhalálozást be kell jelenteni a csíkszereden vagy a kolozsvári főkonzulátuson, hogy ezek a magyar nyilvántartások valóban közhitelesek legyenek. Persze most főleg az elmúlt két évben sajnos velünk levő koronavírus járvány olyan helyzetet teremthet, hogy előfordulhat az, hogy valakinek a családjába elhunyt valaki, de ő még nem jelentette be a magyar hatóságoknak, is így szerepel a választói névjegyzékbe, mert hogy a választói névjegyzék a személyi adat és lakcím nyilvántartásból nyeri az adatait, és hogy akkor ő, ha korábban regisztrált, kaphat is szavazatot. De ezzel még egyszer mondom, visszaélni nem lehet, hiszen helyette más nem tud szavazni, más nem írhat alá helyette, és nem is gondolom, hogy bármelyik családtag, egy halott családtag helyett szavazni kívánna. Ami a másikat illeti, ezt a közösségi médiás bejegyzést olvastam én is, hogy valaki úgy kapott szavazatot, hogy egyébként nem regisztrált, ezt én álhírnek és félrevezető hamis információnak tartom, ami úgy gondolom sokkal inkább a politikai kampány része, mint sem a választási eljárási vagy a választás lebonyolítási, úgyhogy különösebben nem kívánnám kommentálni, azt azért aláhúznám, hogy a választási rendszer egy másik alapelve az, hogy senki sem kényszeríthető arra, hogy ő szavazzon, tehát hogy ez egy önkéntes a részvétel a választáskon, ez egy abszolút önkéntes dolog. Így a regisztráción való részvétel is egy önkéntes dolog. Tehát, hogy külhoni állampolgár csak úgy kap levélszavazatot, ha ő regisztrált a levélszavazói választói névjegyzékbe. Ez önkéntes erőt senki nem kényszerítette. Egyébként az elmúlt években nem is találkoztam ilyen esettel, hogy bárki bejött volna azzal a főkonzulátusra, hogy hát akarata ellenére valaki őt kényszerítette arra, hogy regisztráljon. Tehát a regisztrációba való részvétel is önkéntes, a szavazáson való részvétel is önkéntes, úgyhogy itt ezzel a hírrel gyakorlatilag ennyit tudok erre mondani, különösen a politikai részével nem kívánok foglalkozni. Annyit talán hozzátennék, hogy a regisztráció az 10 évig érvényes. Tehát ha valaki 9 évvel ezelőtt, vagy az 8 évvel ezelőtti választás előtt regisztrált, akkor ő fog kapni levélborítékot, ha ezt egyébként nem mondta vissza, vagy nem szüntette meg. Előfordulhat olyan, hogy ő most nem regisztrált, ő most nem kíván részt venni a 22-es választásokon, de kap levélszavazatot, mert megtette 8 éve vagy 4 évvel ezelőtt. De ez jogszabály szerinti eljárás, tehát hogy itt ez gyakorlatilag az ő hibája, ha lehet így nevezni. Tehát akkor azok, akik a Facebook közösségi oldalon háborognak, hogy anélkül kaptak szavazólapot, hogy regisztráltak volna most, elmondta ön, hogy ha regisztrált 8 évvel ezelőtt, akkor is kap, azoknak ajánlottabb a közösségi médiának a közösségi média helyett a konzulátushoz fordulnia, és ott jeleznie mindenféle ilyen problémát? Azt gondolom, hogy igen. Tehát a konzulátushoz bármikor lehet fordulni ebbe a két hétbe, gyakorlatilag reggeltől estig, tehát reggel 6-tól este 10-ig egyébként nyitva van a főkonzulátus, fogadjuk azokat, akik hozzák a levélszavazataikat. Egyébként telefonos ügyfélszolgálatunk is gyakorlatilag non-stop, tehát reggel 6-tól este 10-ig április 3-áig üzemel. Április 3-a után is majd a normál nyitvatartási munkaidőben állunk rendelkezésre, meg a kollégáim is állnak rendelkezésre. Mondta ön azt, hogy már érkeznek a levélszavazatok, tehát már megkezdődött az állampolgárok részéről, már érzékelhető az április 3-ai magyarországi választásokon való részvételre a hajlandóság, az, hogy tényleg érdekli őket, élénken figyelnek erre? Igen, azt tapasztaljuk, hogy igen, szombattól, március 19-től már megkezdődött a külképviseleten a levélszavazás, tehát hogy 19-től a levélszavazatokat be lehet hozni és le lehet adni, illetve azok, mert 12.600 olyan külhoni állampolgár, székelyföldi, mert most a csíkszeredai főkonzulátusról beszélek, magyar állampolgár van, aki azt kért, hogy a főkonzulátusra küldjék neki a levélcsomagot. Tehát 12.600 ilyen ember van, aki már szombattól egyébként bejöhet, és ott fölvehetik, kitöltheti. Ez egy lehetőség, ugye meg lehetett adni egy postacímet is, de valaki úgy érezte, hogy valamire az nem biztos, tömbház, postaládák kint vannak, vagy kint van az utcán a postaláda, kérhette a főkonzulátusra, és akkor ő ott tudja fölvenni személyesen, és ott tudja leadni. Tehát sok ilyen polgár van, mint mondtam, 12.600 Csíkszeredában, ők március 19-től már jöhetnek, fölvehetik, és ezt leadhatják, arra is
buzdítok mindenkit, aki oda kért, hogy jöjjön és vegye föl, hogy ne maradjon benn a szavazata, és akik meg otthonra kapták, ők is hozhatják már március 19-től. Igen, nagy az érdeklődés, sokan jönnek és hozzák be a borítékaikat. Meddig fejetik fel azok, akik a konzulátusra kérték? Ők április 3-án este 7-ig tudják, tehát április 3-án is fel tudják venni, de hát este 7-kor zár a főkonzulátus szavazókör is, tehát hogy utána már nem, de 7-én még meg tudják tenni. Arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjön hamarabb, mert elég sokan lesznek 3-án a személyes szavazók is, már 1800-nál tart a névjegyzékbe vettek száma, ez már meghaladja. Tehát azok, akik kérték akiknek lakcímük van, és ugye 3-án fognak szavazni az ő számuk. Most jelenleg a mai napon 1800-nál tart, de hát 25-én zárul a regisztráció nekik, vagy az átjelentkezés, úgyhogy még az a szám nőni fog, és sokan lesznek. Lehet beszélni egyébként arról, hogy milyen a szavazóknak a korbéli megoszlása? Hogy érdemes arról beszélni, hogy fiatalok vagy idősek jönnek szavazni? Minden korosztály jön, de nem bocsátkoznék találgatásokba is, ezt mi nem mérjük. Minden korosztály jön, azt tapasztaljuk. Azt is tapasztalja, hogy élénk az érdeklődés, már mint azt mondta, hogy a szavazatok már érkeznek, de hogy már a kampányban is, vagy amikor teszem azt, már az idei év elejétől is megvolt az érdeklődés a Csíkszeredában, Székelyföldön. Ön járja a székelyföldi megyéket. Élénk az érdeklődés a magyarországi választások iránt, illetve miért? Mert hogy azt tapasztaljuk, hogy a hazai választásokon való részvétel, illetve van egyfajta elfordulás, eltávolodás a politikától. Erről nagyon sokat beszéltünk itt az Erdélyi Magyar Televízióban is, amikor romániai választásokról beszéltünk, legyen szó parlamenti választásokról, legyen szó helyhatósági, államfő vagy európai parlamenti választásokról. Határozottan azt mondom, hogy a mostani választás, tehát a 2022-i magyarországi választás iránt igen nagy az érdeklődés. Több olyan emberrel is találkoztam, hogy ön is mondja, Székelyföldet járva, akik elmondták, hogy a korábbi választásokon nem vettek részt, de most fontosnak tartják. Sok minden hozhatja ezt, ugye elég nehéz napokat vagy éveket élünk, ha lehet így fogalmazni, koronavírus járvány, háború a szomszédságban, ezeknek minden következményeivel. Tehát, hogy az emberek fontosnak tartják, hogy most igenis beleszóljanak abba, hogy hogyan alakul Magyarország és a magyar nemzet sorsa. Úgyhogy maximálisan ezt tapasztalom, sok a betelefonáló is, nagyon sok, és érdeklődnek arról, hogy akkor hogy lehet, miként kell, segítséget kérnek, ha valami bizonytalanok, és hogy hát sokan hozzák is már be a levélszavazatokat. Mi az, amit elvárnak az emberek az elkövetkezendő időszaktól? Mit tapasztal ön? Ismét csak erre utalok, hogy tehát nem az irodában beszélgetve a munkatársakkal, hanem az egyszerű állampolgárokkal, az egyszerű emberekkel beszélgetve. Mi az, amit ők elvárnak? Hát azt látom, hogy biztonságot és kiszámíthatóságot várnak el az emberek, és ugye most ez a két dolog, amiben érintve vannak, hogy mondjam úgy, bizonytalanság van a világban, és bizonytalanság van a régióban, a térségben is, és ez azért nyomot hagy bennük. Mint mondtam, én azt gondolom, hogy ezért is van az, hogy fontosnak tartják azt, hogy részt vegyenek a választásokon. Mi egyébként mindig arra is buzdítjuk az embereket, legyen szó romániai választásról is, hogy igenis azon vegyenek részt, hogy legyenek alakítói a maguk, meg a közösségük sorsának. Itt nem kell ezt külön hangsúlyozni Erdélyben, Székelyföldön, hogy ez mennyire fontos a magyar közösség szempontjából. Sajtós kollégákkal beszélgetve nagyon sokszor felmerül az a téma, hogy igazából a közbeszédben van egy óriási szakadék, és van egy szembenállás, és nem lehet elmondani azt, anélkül, hogy ne szólná meg egyik tábor a másikat, hogy neki mi a véleménye a magyarországi politikáról. Az átlag emberek körében tapasztalja ön ezt a szakadékot az egyes politikai opciókat választók között? Itt Székelyföldön én ezt nem tapasztalom. Nyilván én nem vagyok közvéleménykutató, tehát hogy azért az én impresszióim azok lehet, hogy erősen szűrtek, vagy erősen egyoldalúak is lehetnek. Minden esetre készülnek felmérések, ezeket látom én is, és ezekből azt látom, hogy az erdélyi magyar embereket érdekli egyébként, hogy mi zajlik Magyarországon, hogy ki fogja kormányozni Magyarországot,
hogy milyen politikai diskurzus van Magyarországon, fogyasztják a magyarországi médiát is, és határozott véleményük van, és határozott opcióik is vannak. Román-magyar kapcsolatok. Ön főkonzulként milyen szinten, milyen mértékben kell, hogy kivegye ebből a részét, illetve mit lát, mit kellene javítani ezeken a kapcsolatokon? Ugye a főkonzulátus az konzuli képviselet, egyébként Romániával van egy diplomáciai képviselet, ez a bukaresti nagykövetség, és alapvetően a román-magyar bilaterális kapcsolatok a dolgai vagy asztala az a bukaresti nagykövetség, úgyhogy én ebben nem is nagyon szeretnék megnyilatkozni. Nyilvánvaló, hogy a cél itt ebben a térségben, a közép-kelet-európai vagy közép-európai térségben fogalmazza ki, így az közös, és a Magyarország abban érdekelt, hogy a szomszédai is jó legyen, a szomszédaival jó kapcsolata legyen, hiszen ez mindenki számára, mindkét szél számára gyümölcsözés eredményeket hozhat. Lát javulást az elmúlt időszakhoz képest? Most akkor a politikát, vagy politika iránt érdeklődő embert kérdezem. Mármint a román-magyar kapcsolatok alakulásában lát javulást ön az elkövetkezendő? A román-magyar kapcsolatok intenzívek, ha lehet így fogalmazni, folyamatos a két kormány között a kapcsolat, az egyeztetés, nagyon sok közös kérdés is van, itt van a háború nyomán keletkező menekültválság, ami kapcsán mondjuk a határon átmenő menekült áradat vonatkozásában gyorsan is sokat kellett egyeztetni, és ezek az egyeztetések úgy gondolom, hogy eredményesek és jól működőek is. Adásidőnk végéhez közeledünk, ismételjük át akkor a legeslegfontosabb tudnivalókat, kezdve a határidőktől egészen a kisnagyboríték aláírás. Hát gyorsan, tömören ezt nem is olyan könnyű, tehát akinek van Magyarországon állandó lakcíme, az még 25-ig jelentkezhet, ezt tegye meg a választás.hu oldalon. A levélszavazóknak pedig azt tudom mondani, hogy a borítékot többnyire már mindenki megkapta, nagyon figyeljen oda, hogy tölti azt ki, figyeljen oda arra, hogy a két szavazó cédulát azt a kis borítékba, ha behelyezte, azt zárja le, és az azonosító nyilatkozat, ha helyesen ki van töltve, ha helyesen kitöltötte, akkor megírja alá, és a nagy borítékot is zárja le, és akkor így érvényes szavazata lesz, már csak annyi kell hozzá, hogy ez eljusson a csíkszeredai vagy a kolozsvári főkonzulátusra április 3-án este 7 óráig. A csíkszeredai főkonzulátusra bevihetik személyesen is az állampolgárok a szavazó, a levélszavazatukat, vagy pedig a partnerszervezetekkel is felvehetik a kapcsolatot. Egészítem ki önt, hisz elhangzott, hogy a postát azt objektív okokból nem feltétlenül javasolja. Ez így van. A posta ugye tekintete az időrövidségére kétséges, hogy visszaér időben a levélszavazat, ezért mi azt javasoljuk, hogy hozzánk juttass el, ahogy ön is mondta, partnerszervezetek útján is el lehet ezt hozzánk juttatni. Mindkét főkonzulátus reggel 6-tól este 10-ig, április 3-ig nyitva van, hétvégén is, tehát ha valaki dolgozik, és neki nem jó csak a hétvége, akkor is be lehet hozni a levélszavazatokat. Legyen ez a végszónk. Tóth László főkonzulnak, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának a vezetőjének. Köszönöm, hogy itt volt a 24 pluszban, és válaszolt a kérdéseimre. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 24 plusz ismét itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra!